Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és nagyon szépen köszönöm a meghívást az előadásra. És anyagtudományról és alapkutatásról fogok beszélni, mint a kollégám. Jó. Tehát alapkutatásról fogok én is beszélni. Műszaki Fizika Anyagtudományi Kutatóintézetből, a nanotechnológiáról jöttem. Egy szerkezeti színekről lesz szó, aminek az eredete biológiai szerkezetű, biológiai eredetű. Az összes anyagainkat között szerkezete és tulajdonsága közötti összefüggést a fizika, élő anyag esetében pedig a biológia vizsgálja. A mérnöki tudományok megkérdezik, hogy ez... Tehát a mérnöki tudományok megkérdezik, hogy ezt mire is lehet használni. Nem mégis a másik működő jobban. Nem mégis a másik. Na, jó. Tehát a mérnöki tudományok felteszik a kérdést, hogy ezeket a tulajdonságokat mire is lehet használni, és bizonyos funkciókat feleltetnek meg. A fejlődés az úgy lehet, hogy a adott funkciónak a tökéletesítését próbálják, tehát az anyagnak a szerkezetét úgy változtatják, hogy jobb tulajdonságok keletkezzenek. Mi fizikusok vagyunk, tehát ezen a területen dolgozunk, de úgy, hogy a többi területet is folyamatosan figyeljük, követjük. A szerkezeti színekre kis bevezetés. Fotonikus kristályokkal foglalkozunk ott az intézetben. Ezeknek a felépítése két vagy több fajta anyagnak az összetételéből épülhet fel, fotonikus szerkezetű kristály. A tulajdonsága az, hogy különböző hullámhosszú elektromágneses sugárzás vissza fog verődni ezeknek a felületéről. Ha a szerkezetnek az építő elemei a fénynek a hullámhosszának a tartományába esik, akkor látható fény verődik vissza, tehát különböző színűnek fogjuk majd látni ezeket a szerkezeteket. Ezek a legegyszerűbb példák egy, kettő és három dimenziós esetben. Persze lehet ezt bonyolítani, és akkor vagy a méreteket változtatjuk, vagy pedig a szerkezetnek a felépítésében okozunk változásokat. Persze egészen is lehet bonyolítani ezeket. Az alkalmazások közül fel lehet sorolni a fényvezető szálakat, különböző lézereket, lézerekben használt tükröket, akár festék vagy textilaként is alkalmazhatók ezek, kijelzők, építhetők, felületi hullámvezetők, és innen már csak egy lépés az optikai számítógép, amihez egy ilyen távoli jövőben egy elképzelt felépítési ábrát közöltek amerikai kutatók. Itt még nem tartunk, de erre fele haladnak a kutatások, hogy majd a számítástechnikát is forradalmasítani lehessen. Konkrétan, amiről én fogok most beszélni, ezek olyan fotonikus szerkezetek, amelyek biológiában fordulnak elő. Nagyon sok helyen lehet ilyeneket találni. Bogaraknak a kitinpáncélján levő színek például ilyen szerkezetből erednek, de a madaraknak a tollán is vannak ilyen szerkezetek. Most konkrétan a lepkékről lesz szó. Nézzük is meg, hogy a lepkén hol van ez a szerkezet, ami a színt adja. Ugye ez itt egy lepke szárnya, elkezdjük az optikai mikroszkóp alatt vizsgálni, és egyre növeljük a nagyítást, akkor pikkelyek fognak előkerülni. Ezek a pikkelyek úgy helyezkednek el, mint a cserepek a háztetőn, egymást fedik, akár több rétegű is lehet a szárnynak mind a két oldalán, tehát elő és a hátsó oldalon is, akár több réteg. És ugye optikai mikroszkóppal egy idő után eljutunk egy olyan határig, mikor már nem lehet tovább a nagyítást növelni, és akkor az elektromikroszkóp jön a segítségünkre. Ha a nagyítást tovább növeljük, ugye ez itt egy pikkely, és a pikkelyeknek hosszanti gerincei vannak, a gerinceket kis egyéb kis részek, keresztbordák kötik össze, és ezeken belül mi úgy hívjuk, hogy ablakokon keresztül, tehát egy-egy ilyen ablakon keresztül láthatunk periodikus vagy közel periodikus szerkezetet, és ez okozza azt, hogy valamilyen színű lesz az a pikkely, tehát például itt ebben az esetben ezt a kék színt ilyen szerkezet okozza. A lepkén a barna színű pikkelyek, azok pedig nem tartalmaznak ilyen szerkezetet, ott a barna színt azt egy festékanyag idézi elő. Mi az intézetben már közel 10 éve foglalkozunk biológiai eredetű szerkezeteknek a vizsgálatával. A sok munkából megpróbálok néhányat most felsorolni és elmondani. Az első a bográrka lepkék hőháztartásáról fog szólni. Kék csipkés bográrka nevű lepke tengerszinten, akár Magyarország területén is előfordul. Ennek egy nagyon közeli testvérfaja él az irányi hegyekben, 2500 méter magasságban, és a hímnek a kék és a barna színek közötti eltérésnek a nyomába eredtünk. Nézzük meg, hogy mikroszkóp alatt hogyan is
mutatnak ezek a szárnyak. Optikai mikroszkópos képen hát kék és barna pikke, eddig nem derült ki semmi különös, viszont a nagyobb nagyítású elektromikroszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy ezekben az ablakokban a kék pikke esetében egy ilyen szivacsos szerkezetet találunk, ugye itt elmondtam, hogy ez okozza a kék szint, viszont a barna lepke pikkein ez a szerkezet csak szakadozottan és hiányosan szerepel, tehát itt valójában csak a festékanyag az, ami a szint okozza, itt pedig a nanoszerkezetnek a kék színét látjuk. Elvégeztünk olyan méréseket, egy két darab szárnyat azonos megvilágítási körülmények között vizsgáltunk, a hőmérsékletüket mértük, és az derült ki, hogy a barna szárnynak a barna szárny darabka 1,3-szor melegebb azonos megvilágítás hatására, mint a kék. És ezt a biológusok tudták, hogy ott fent azon a magas hegyeken, ahol a hőmérséklet az sokkal kevesebb, ennek a lepkének szüksége van rá, hogy reggel a nap sugarai hatására a saját testét felmelegítse, és így segítse, hogy a napi párkeresését, ételkeresését meg tudja oldani. Míg a tengerszinten élő lepkének erre nincsen szüksége, mert ott a hőmérséklet az neki megfelelő. És tulajdonképpen azt is ki lehet jelenteni, hogy ez a barna lepke, ami nagyon-nagyon közeli rokon ennek a kék lepkének, alkalmazkodott a helyi viszonyokhoz, és úgy alakította a szárt szerkezetét, hogy az ottani hőmérsékleti viszonyokban is tudjon élni. Egy következő téma lenne kék és zöld színű lepkéknek az eltérő szerkezete. Itt most ezen át fogok lépni, a poszteren meg lehet itt a részleteket tekinteni, nem lesz erre időnk. Következő, ez a Troides magellanus lepkének a vizsgálata volt. Itt látható, hogy ha merőlegesen érkező fényjel lefotózom a lepkét, akkor egy sárga színű szárny darab látható. Viszont ha nagyon alacsony szögből nézünk rá a szányra, akkor egy kékezöld és élénk csillogást veszünk észre. A lepke életmódjáról azt kell tudni, hogy a repülése az furcsa. Az első szárnyával repül, a hátsó két szárnya az gyakorlatilag mozdulatlan, és hát igen, látszik, hogy a fekete szárny mozog, és a két sárga pedig áll. Ez itt fontos, mert a társaival úgy tudhat kommunikálni, hogy ha pont a háta mögött repül a másik lepke, akkor az fogja látni ezt az élénk kék fényt, míg a nagyon magasan, merőlegesen ránéző másik állat pedig nem fogja látni. Itt is látszik, hogy itt előjön ez a kékezöldes világítás. Nézzük meg ennek is a szerkezetét. Itt el fog térni a nanoszerkezet. A gerincek megvannak, viszont nem szivacsos szerkezetet látunk, hanem a gerinceknek az oldalán párhuzamos lemezkék lesznek. Ez egy felülnézeti kép. Ez egy keresztmetszet, és itt láthatóak ezek a lemezkék, amik teljes hosszúságában végigterjednek, és egy modellt alkotunk, a fizikusok szeretnek mindenre modellt készíteni. A gerincnek ez a háromszöges része olyan festéket tartalmaz, ami a sárga szint adja, bármilyen szögből nézünk rá, viszont a gerinc két oldalán levő lemezes szerkezet okozza azt a fényes csillogást, ami csak nagyon alacsony szögből látható, és hát a lepke életmódjából tudjuk, hogy az neki miért fontos. Ugye itt egy kevert szerkezet és kémiai színezésnek az összhatása látszik. A következő téma itt egy kicsit kilóg, ez most nem lepkékről fog szólni, de ez is érdekes, gondoltam, hogy érdemes bemutatni. A havasi gyopárnak a fényvédő rétegéről fogok beszélni. Ugye a havasi gyopárról tudjuk, hogy a magas hegyeken él, nagyon zord körülmények között, kevés víz és sziklás helyeken. Egy fellevelet, hogyha kinagyítunk és elkezdjük mikroszkóp alatt vizsgálni, azt veszük észre, hogy a fellevél nagyon dúsan, de az egész növénynek a teste, a szára is be van borítva egy szivacsos fehér réteggel, milyen kis szálacskákból áll. Elektromikroszkóp alatt látjuk, hogy a szálacskák mentén hosszanti ilyen redőzöttség van. Megint csak egy modell, itt egy ilyen szálnak a keresztmetszeti képe. Persze sokkal könnyebb számításokat végezni, hogyha ezt így kiterítjük, és akkor egy ilyen redőzött lapon lehetett modelleket futtatni, számításokat végezni. Az derült ki, hogy itt most a fellevélnek a metszetét látjuk, hogyha a napsugárzás érkezik, ami ugye tartalmaz UV-fényt, látható fényt és infravörös sugarakat is,
áthalad ezen a szivacsos fehér rétegen, akkor az UV-fény elnyelődik, viszont a látható és az infra az majdnem változtatás nélkül át tud rajta haladni, és így a növény a levelének az élő szöveti részét azt ugye el tudja látni azzal a napfényel, ami a fotoszintézishez szükséges, tehát a növény tud élni, viszont a káros UV-sugarak, ami a magas hegyen nagyobb is, mint itt a tengerszinten, attól megvédi az élő szöveteket, és az egész növényben van ezzel borítva. Tulajdonképpen egy fényszűrőt állít elő ez a nanoszerkezet, ami a szálacskáknak a borázottságát adja. És a következő, amit most éppen dolgozunk a napokban is, ez a szelektív gázérzékelés lepkeszárnyak segítségével. Itt az elején elmondtam ezt, hogy a fotonikus kristály hogyan is működik, hogy bizonyos frekvenciájú fény vissza fog majd verődni a felületéről, és azt kell tudni, hogy a kitöltő anyagot, ha megváltoztatjuk, akkor a fény visszaverésnek is a spektrum egy nagyon picit meg fog változni. Itt a kísérleti berendezés az úgy működik, hogy veszünk egy lepkeszárnyat, egy cellába bezárjuk, azon át tudunk áramoltatni különböző oldószereknek a gőzeit, itt a cellának a képe, és megvilágítjuk egy látható teljes spektrumú fénnyel, és a visszavert fényt spektrumanalizátoron keresztül számítógépbe vezetjük, és azt fogjuk vizsgálni, hogy a különféle gázok hatására milyen spektrumváltozást tudunk mérni. Tehát nagyon egyszerű kísérletnél etanol és vízgőzöket engedtünk át ezen a cellán. Egy ilyen kék boglárka lepke, ami Magyarország területén is előfordul, annak a szány darabkáját tettük a cellába, és látható, hogy etanol és víz befolyására a spektrum az különbözőképpen változik meg, tehát szelektivitásra mutat ez. A következő ábrákon mutatom, hogy ha alkohol és vizet mérünk, ez 50 perces kísérletek voltak, különböző hullámos tartományokon belül vizsgáltuk a fény visszaverésnek a változását, és a koncentrációját a áramló gáznak pedig 10%-onként növeltük, 10-től egészen 100%-ig. Most nagyon jól látszik ez a D4-es nevű szakasz, ezt a poszteren majd részletesebben el lehet olvasni. Itt a csúcsok, azok a gáz bevezetésekor felfele mutattak ki lengést, és a víz esetében pedig lefele, tehát már ezzel is nagyon jól meg lehet különböztetni a két anyagot egymástól. Felhívom még a figyelmet arra, hogy van egy másik olyan intervallum, ahol ugyan a két jel első látásra nagyon hasonlóak tűnik, de itt ez a görbület, ez alkohol és vízre kicsit más. Tehát, hogyha összevetjük ezt a változást ezzel a kis görbüléssel, és megfelelő matematikai módszerrel feldolgozzuk, akkor a szelektivitást növelni lehet, és az érzékenységet is növelni lehet. Így várhatóan többféle anyagra és kisebb koncentrációkra is meg tudjuk építeni az érzékelőt. Ugye nagyon fontos az, hogy az érzékelő az ismételhetően működjön. Itt szintén egy 50 perces kísérlet, ugyanazt az 50%-os vízgőzt engedtük át a rendszeren, és nagyon jól látszik, hogy a jelek azok szinte folyamatosan ugyanazt a nagyságot adják, tehát várhatóan a reprodukálhatósága is a mérésnek az jó lesz. Összefoglalásként azt tudom elmondani, hogy mi fizikusok azért szeretjük ezeket a biológiai mintákat, mert előre gyártott mintákkal dolgozhatunk. Tehát, hogyha ezeket a szerkezeteket félvezető laborban kellene elolítsuk, akkor eléggé sokat kellene rajta dolgozni, megtervezni azokat a szerkezeteket és legyártani. Így pedig a Természettudományi Múzeumból a lepkész kollégánk tud hozni olyan anyagot nekünk, aminek a szerkezete az megfelel ilyen vizsgálatokra. Ezek jó anyagok, tehát evolúció során ezek kifejlődtek, formálódtak olyanná, hogy megfelelők legyenek. Különböző funkciójuk is lehet, nagyon hasonló szerkezetből kiindulva akár, itt is a poszterre utalnék, amin majd meg lehet nézni ezeket. Bioinspirált anyagok előállítására indítanak minket, tehát lemásoljuk azt, hogy a lepke szerkezetének tehát a nanoszerkezete hogyan működik, hogyan néz ki, és abból félvezető alapú szerkezeteket próbálunk készíteni. Megtanultuk tőlük, hogy a rendezettség, ha nem tökéletes a rendezettség, akkor is nagyon jól működnek ezek a szerkezetek, tehát látszik, hogy a lepkének az a kék és a zöld visszaverése az jól megvan, pedig nem mérnökök rajzolták volna azóval a szerkezetet. Az optikai hatás az nagyon összetett is tudhat lenni, és várható a változatos alkalmazás lehetőségek. Már most is vannak alkalmazások, de hát mint ahogy ez a gázmérés is, amit legutoljára mutattam, ez is arra mutat, hogy még van hova folytatni. A poszter az lent van a tornateremben. A nanotechnology.hu honlapot tudom ajánlani, ahol minden munkákról magyar nyelven és angol nyelven is van részletesebb bemutató tévéfilmek, fel vannak téve Deltának az adásai, újságcikkek, és ezek letölthetőek. És a cikkeinket is letölthetik onnan teljes egészében, és köszönöm szépen a figyelmet.